Tangó harmonikás játszik a pécsi vásárcsarnokban a gyümölcsöket, zöldségeket kínáló pultok között. A meglepő és figyelmet kiváltó előadással indult a péntek délelőtt a létesítményben, amit még tovább fokoztak a szervezők. Egy kis flashmobnak vagyunk éppen a szemtanúi. Elárulhatom, Gémindi Tamás harmonikázik, bár sokan nem ismernék föl szerintem a képen, és majd jön hozzá egy kedves operaházi énekes hölgy is, Kriszta Kinga, de meg is hallottuk a hangját. Szerintem érdemes ráfigyelni, és figyelni az arcokat is majd, hogy fognak erre reagálni. De a szabadtéren a Zenemustra a mai napon zárul ugyan, de különleges programokkal 50 perc alatt a föld körül a Philharmonic Brass játszik, azon kívül érkezik László Bordizsár az Operaházból, aki szintén kint a szabadtéren, Jókai tér, Széchenyi tér, és a Színház tér előtt is hallhatnak még programokat. Már több éve, hogy megrendezik a Zeneszület őszi fesztivált Pécsen. Ennek részeként a Zenemustra elnevezésű program elemmel pedig közelebb viszik a zenét az emberekhez. Szokatlan helyszíneken szólnak a hangszerek, csendülnek fel az ének dallamok. Immáron 14-szer rendezzük meg a Zeneszület fesztivált, bár csak 10 éves a Philharmonia Magyarország, mégis ez egy nagyon, nagyon szép dolog szerintem. Kivisszük a térre a zenét, itt nem csak bent a koncerttermekben hallgathatnak az emberek, és ez a különlegessége, hogy a nagy produkciók, a nagy művészek eljönnek egy vásárcsarnokba, egy piacra, egy térre, bárhova, és ugyanazt a produkciót ugyanazon a színvonalon nagyon professzionálisan adják elé. Ez a különlegessége igazából a fesztiválunknak, és ebbe a fesztiválba tudunk tömöríteni mindenféle színű programot, a népzenétől, a táncig, a komoly zenéig, a jazzig, minden szerepel benne. Idén két piaci helyszín is, hiszen a vásárcsarnok után a Diana térre is szerveztek zenés estet a Philharmonia munkatársai. Az érdeklődők egészen vasárnap estig válogathatnak a koncertek zenei élmények között a Magyar Philharmonia honlapján.